1, 2, start! Második nekifutása elstartol a három évesek első komoly idei versenye, ez a Ferge László emlékverseny. Hiba nélkül kezdett mindenki, éről Zsófesz talán a leggyorsabb, viszont Zapáto is jól kezdett, és megvan az első galoppozolónk is, Zlatán Liv, aki nem folytathatja a versenyt, vagy legalábbis már csak a diszkvalifikálását követően. Zapáto a favorit is nagyon erősen kezdett, de egyelőre Zsófesz az, aki nagyon-nagyon nyomja ott előtte a tempót. Zsófesz, Zapáto, Zikka BD, illetve Zsozsóka az első négy, és hát a jó íromnak köszönhetően szemernyi esély nincs egyelőre a hátsóknak, hogy egyáltalán meg tudják közelíteni a vezető lovakot. Ahhoz képest, hogy a fordulóstart tekintetében talán rutintalan volt a társaság, nagyon-nagyon erősen kezdett Zsófesz, és rettenetesen szétszincálja a mezőn. Zapáto minden esetre tartja vele a lépést, 2-3 hosszas mindössze vele szemben a hátránya, aztán jön Zikka BD, jön Zsozsóka, és hát legalább 30 méterre Zanebono próbál hozzájuk közelíteni. Akkor, amikor még 1200 méter van hátra az idei Ferge László emlékversenyben, az első kettő nagyon meghúzott, ez Zsófesznek köszönhető, német Viktória, tehát nagyon lendületesen kezdte el azt a versenyt, mögötte pedig a favorit Zapáto üget Hajnal Tibor. A Hajnal Tibor egy kicsit kívülebb is veszi, mondjuk így, hogy a másfeledik spurba jelen pillanatban a lovat, a Zikka BD követi őket, majd pedig Zsozsóka jön, aztán pedig nagyon nagy csönd, Zanebono messze-messze leszakadva van az ötödik pozícióban, innen meglepetés lenne az is, hogyha a placra föl tudna érni. Az elején küzdelem, hiszen Zapáto egyre inkább közelít a vezető Zsófeszhez, most már csak egy olyan 3/4 fél hosszra van tőle, Zikka BD pedig tartja a harmadik helyét, ugyanakkor Zsozsóka az, aki megtámadja, és úgy fest, hogy el is üget mellette ott az istáló egyenesben. Érkeznek az utolsó kanyar, egy kicsit összeérnek a kerekek, jön a végküzdelem, vezet Zsófesz, de Zapáto nagyon támadja. Valóban jön Zapáto, Zapáto erősebbnek tűnik, de Zsófesz jelentősen megnehezítette a helyzetét eddig, most azonban az utolsó 300 méterre fordulva úgy tűnik, hogy Zapáto szép lassan fölénybe kerül Zsófesszel szemben, a harmadik helyre úgy tűnik, hogy Zsozsóka jelentkezhet be, sőt talán ő még majd a dobogó második fokára is felállhat, Zikka BD-vel egyetemben közelíthetik majd meg a fáradó Zsófesz. Zapáto viszont úgy tűnik, hogy ellenállhatatlan, hiszen 100 méterre a célt most már bőven az élen van, folyamatosan növeli az előnyét, és innentől kezdve nem lehet megverni Hajnal Tiborra, Zapáto megnyeri a Ferge László emlékversenyt, óriási a küzdelem a helyezésekért, Zsozsóka megérkezik a második helyre, és nagyon messziről Zanebono pont a célban, ő lesz majd a harmadik. Zapáto azonban nagyon-nagyon komolyan és nagyon komoly előnnyel megnyeri a Ferge László emlékversenyt.